tojáslikört fogunk készíteni, amit karácsonyi ajándéknak szánunk, illetve hát a karácsonyi ünnepet fogjuk vele megédesíteni. Mit készítünk ma, Teca? Mondd szépen. Tojáslikör. Hozzávalók 10 tojás sárgája, nekünk szerencsénk van, teljesen friss tojások, tegnap és tegnap előtt tojták a tyúkjaink. 4 deci házitej, 4 deci, fél liter házitejszín, fél kiló porcukor, egy vaníliarúd, egy liter 40%-os alkoholtartalmú vodka, és a rum, amiből egy decit fogunk majd a 40%-os alkoholtartalmú rumból egy decit fogunk használni, és ilyen csatos üvegekbe fogjuk majd eltenni. Első fázis a vaníliarúd elkészítése. A vaníliarúdat felvágjuk éles késsel, majd a magját kikaparjuk. A magokat és a rudat is beletesszük a lábosba, amiben a tejet és a tejszínt fogjuk felforralni. Hiszen úgyis le fogjuk szűrni. A fél liter tejszínt és a 4 deci tejet fel fogjuk forralni. Forralás közben a tejet és a tejszínt a vaníliával folyamatosan kavarjuk, nehogy odaégjen, nehogy lekapjon. Szépen fel is forrt. Leellenőrizzük, 85 fokos, lezárjuk a lángot, és hideg vízben le fogjuk hűteni. Hűtés közben kevergetem, az a cél, hogy minél kevesebb föle legyen a tejnek, minél krémesebb, minél simább végeredményt kapjunk. Fokos a keverékünk, úgyhogy neki is állunk a tojás cukorral való kikeverésének. A 10 tojás sárgáját beletesszük a keverőgép üstjébe. Nagyon fontos, hogy friss tojást használjunk, és alaposan mossuk el a tojást, mielőtt felütjük a szalmonella veszély miatt. Beleteszem a fél kiló porcukrot. És fehéredésig fogjuk a géppel keverni. Közben elindítottam egy stoppert is, hogy lássátok, hogy körülbelül mennyi idő, amíg elkészülünk. Följebb állítom a gépet 2-esre. Még 3-asra. És ezen a 3-as fokozaton fogjuk fehéredésig keverni a cukrot a tojásra. A tojás sárgája a porcukorral gyönyörű fehér sima keveréké vált. Körülbelül 5 perc alatt sikerült ezt az eredményt elérni, így el is zárjuk a gépet. És következik letisztítjuk egy kicsit a keverőt. A következő fázis lesz, hogy a pelenkán keresztül
pelenka és egy szűrő segítségével beleszűrjük a kihűlt tej és tejszín keverékét. Látjátok, minden, ami nem kell bele a tojáslikörből, mert csúnya lenne tőle az ital, az itt marad. Itt marad a pelenkában. Most hogy szépen keveredik a tojás, cukor és a tej, szép lassan beleöntjük a gorkát is. A vodka belekerült, és öntünk bele egy deci, körülbelül egy deci vinet. Leellenőrizzük, hogy teljesen az alja is fölkeveredette, nincs alul letapadt tojássárgályás cukor. De nincsen. Nagyon szép sinó folyadékunk. Még egyet keverünk rajta. És szerintem körülbelül egy 3 perc múlva kész is leszünk. Most már a fordulatszámot egy picit följebb veszem. Jön kettes felesre. Hát gyakorlatilag 15 perc alatt elkészültünk a kifertőtlenített üvegbe és a vodkás üvegbe, amiben ugye vodka volt, tehát ki van fertőtlenítve, csak a dugót szedtük ki belőle. Ezekbe bele fogjuk önteni. A tojáslikör elkészült. 4 héttel vagyunk karácsony előtt. Ahhoz, hogy karácsonyra az ital tökéletes legyen, nem tettük tele az üvegeket, ugyanis minden nap egyet fordítani fogunk rajta. Egészségünkre!